Egyik se könnyű mérkőzés, tehát hogyha itt megnézzük a neveket, Vadász Viktor, Báló az ellenfélnél, NB1-es játékosok játszanak azért több csapatba is. Nevekre ez is egy jó csapat volt, sőt én továbbra is jó csapatnak tartom a Dunami Várost. Úgyhogy mindenféleképpen komoly fegyvertény szerintem, hogy nyertünk. Hiányérzete van bennem. A játékunk még mindig nem olyan kezdeményező, mint ahogy én elvárnám, tehát főleg a támadó szektorban igen ismerni kell futballozni bárki ellen, de az eredménye mindenféleképpen elégedettek lehetünk. Hát elég nehezen kezdődött a találkozó, talán a meccs első fele az övéké is volt, ugye a vezetést is tudtak szerezni, hála Istennek ez nem vett vissza belőlünk és tovább hajtottunk, ennek meg lett az eredménye, még az első fél időben ugye ki tudtunk egyenlíteni, azért szerintem nagyot dobott így a szünetem, vagy sokkal jobb volt a szünetemben, hogy mégiscsak X az eredmény. Aztán a második fél idő szerintem egész végig uraltuk. Igazából nem is tudom, mintha egy másik csapat jött volna ki tőlük. Aztán még hármat erre fel tudtunk. Hála Istennek tőlünk. Találkozó során azért ment az adok-kapok, és te is sokszor földön voltál. Biztos meg, hogy nem lett semmi komolyabb sérülés. Nem, abszolút nem. Hát ez benne van így a mérkőzések folyamán. Van egy-két indulatosabb ember, tudni kell kezelni, aztán csinálni valamit.